Na, cölibátus vagy nem cölibátus, egyetértünk el. Baromság, tehát csak ezt tudom mondani, tehát nem, megint nem tudok veled egyetérteni. Nem is kell. Haragudj. Én azt gondolom, hogy olyasmit ráerőltetni az ember. Nem erőltetik rá. Nem erőltetik rá. De ráerőlteti. Elnyomja kinyom, az a férfi a saját. Ki mondja neki azt, hogy ő legyen pap? Saját magára próbálja ráerőltetni, és szembe megy a természetet. Ne vicceljünk már. Ez az csak ő a hibája. Katolikusoknál ez van az, így. De ez az ő hibája. Miért, hogy a baptistáknál, a reformátusoknál? Én római katolikus vagyok. Én is voltam első áldozó, bérmálkozó, és én azért értek egyet, és szerintem ezt aki ebben nincs egy picit mélyebben belásva, ezt nem is fogja megérteni, és ez természetes is. Ezek az emberek a cölibátust nem azért fogadják, mert ez egy ilyen jó hóbort, igen, vagy van így kell lennie, hanem ő az életét felteszi valamire, amiben ez a dolog nem fér bele, vagy nincs helye. Mondom, mi ezt nem fogjuk soha talán megérteni, és ennek ezért is van egy szépsége, mert az a világ, amit ők képviselnek, és lehet beszélni a cölibátusról, vagy éppen a zárdákról, ahol ugyanezt megteszik nők is. Igen. De ezt ki mondja, hogy neki ő, ez egy ilyen belső indítatás. Nem, senki nem mondja, ez egy ilyen belső indítatás. Elnézést, hagyd villogjak megint. Azt mondod, hogy tűz vagy. Azt, hogy villogjak, egy kis fényt azért tegyetek rá. Ne csak a homlokom csillogjon, tudjátok. Szóval, hogy 1545-ben a tridenti zsinat, tehát 1545-ről beszélünk, ott mondták ki a cölibátust. Addig nem volt cölibátus. Tehát, hogy az egyházon belül is az érdekes, hogy most, ugye ez még tart, miközben originálban úgy indult az egész egyház, hogy nem volt cölibátus. Sőt, ha korábban házas volt, akkor nem kell megszüntetni a házasságot. Csak viszonylag 1545-től is viszonylag sok idő eltelt, úgy gondolom. Igen. Oké, de miért visszafelé mentünk ebbe a történetbe? Figyelj, én még egyszer mondom, akkor azt próbáld megérteni, egy papra mikor tekintesz papként, vagy istenként, vagy magasabb rendűként, mint egy átlagember. Ha van olyan képessége, vagy rendelkezik meg... Na de várj, akkor a református pavok? Igen, de most református nem, vagyok. De most nem róluk beszélünk. Na jó, de De most a téma arról szól, tudjuk, hogy a katolikusoknál van ez a téma, hogy cölibátus. Senki nem kötelezi rá őket. De ha hitük. A választott. Én azt gondolom, hogy azért nem kötelezi rá őket senki, ő akkor, amikor eldönti, hogy pap, akkor nem kötelezettséget vállal, hanem tényleg, ahogy említettem az előbb, egy belső indítatás. De tényleg szükség van erre? Tehát, hogyha most ezt kérdőjelessé tehetjük, attól kell nem ez? Mert akkor lehet, hogy annyi defektus, amiről egyébként a gyermekmolesztálás hallunk, de tehát egy életen át ez az önmegtartóztatás, valljuk be, nagyon nehezen tartható. Tehát oké, hogy ezt a választ nem nehezen tartja. Tartható, nem. Nem tartható, te ki kell mondhatod, mondani. Mert nem mondhatod mindenkiről, hogy nem tudja tartani. Nem mindenkiről mondom, én azt mondom, ez nem tartható. De akkor most magadnak mondasz. Igen, ellen. Változik a véleményed. Nem változik a véleményem, csak azt mondom, ezek az emberek, akik erre felesküdnek, nincsenek azzal tisztában, hogy az ő akaratuknál van egy erősebb dolog, az pedig a szervezetük, a hormonjaik, és a belső, az ösztöneik. Az sokkal erősebb, mint a mi képzelőrünk, vagy a tudatunk, vagy az akaraterünk. És azt nem tudod, azt akármennyire is akarod, azt nem tudod becsapni, nem tudod félretenni. És van, akinél ez lehet, hogy 10 évig működik, van, akinél 20 évig, lehet, hogy valakinél 30-ig, 40 évig, és lehet, hogy valakinél... akarom azt hinni, hogy ez nem, hogy ezeknek az embereknek ez nem teher. És ahogy mondtam az előbb, de azért, mert mi, tehát nem fogjuk tudni ezt a saját tudatunkkal elképzelni, de én akarok abban hinni, és hiszek is egyébként, hogy az ő életükben, és ne azokról az emberekről beszéljünk, akik gyermeket molesztálnak, mert ez ott se normális. Beszéljünk egy picit hormonokról. Gastro. Most akkor gasztróban van, meg lehet hormonok. Beszéljünk belső hormonokról. Tudsz még, van olyan, amit te eldöntöttél, hogy te azt nem csinálod, de a hormonjaid erősebbek, és elestél benne? Figyelj, elbuktál benne? Egyébként szélsőséges példa, vagy nem. Nekem például a kábítószerezés lehet egy hasonló példa, és én ott eldöntöttem azt, hogy nem. De az, és ha te mondod, ha más mondja, ha látom, hogy ez kell, az... De az nem is kell, de az nem ösztön. Hát az is, de az egy ugyanolyan vágy. Tehát az egy ugyanolyan vágy, nem valami irány. Nem tudod eldönteni, hogy nem tudod... Én vagyok itt a rossz arc. Nem vagy rossz.